Menetfelszerelésben géppuskával gátazni, aztán futás közben dombra egy méretes gumit felhúzni, majd közöttük dzsogolni, és mindezt időre. Aztán, ha nem is géppisztollyal, hanem csak légpuskával, 8-asokat, 9-eseket, hova tovább 10-eseket lőni. A legvégén egy 4x400-as váltó honvédelmesítve. Mindez nem csak a fiúkat, hanem a lányokat is érdekli, akik külön csoportokban természetesen egymás ellen versenyeztek az országos haditornán, amelynek megyei döntőjét a Szekszárdi Sportközpont rekordtámpályáján, illetve annak közvetlen közelében tartották a Tolnamegyei Katonai Érdekvédelmi és Igazgatási Iroda és a Magyar Tartalékosok Szövetsége rendezésében. Már másodjára vagyok itt, és minden évben nagyon jó, azért szerettem volna most is jönni. Minden évben más feladatok vannak, most is változóak igazából a programok itt. El kellett játszani egy szituációt, mi balesetet kaptunk, ahol altériás vérzés kellett ellátni. Beszélni kell közben ugye a sérülttel, folyamatosan nehogy eszméletét vesz-e, és közben ugye folyamatosan kell beszélgetni a mentősökkel. A honvédelmi, illetve rendvédelmi iskolák osztályai dominálnak ezeken a versenyeken. Így is van ez rendjén, és itt Tolnában a haditorna megyei verseny első számú esélyesei ők. De a többi csapat is okkal reménykedett egy jó helyezésben, eme különleges versengésben. Például az apácai gimnazisták Dombóváról, akik most is dobogóra vágytak a megyei haditornán. Szórakozunk, vagyis hát jól érezzük magunkat, én úgy mondom. De az apácait képviseljük, úgyhogy mindig már tavaly is voltunk. Jó eredménnyel zártuk tavaly is. A futásra, amire legfőképpen oda fogunk figyelni, és a lövészetre, amire még külön gyakoroltunk is otthon még. Lementünk lőtérre, segített egy szakember is, vagyis hát egy tapasztalta, úgyhogy mindent megteszünk, amit csak lehet. Mindenféleképpen célja a rendezvénynek, hogy a tanulókat, illetve a diákokat a katonai pálya iránt érdeklődőket ebbe az irányba picit felhívjuk a figyelmüket, hogy ebbe az irányba is el tudjanak menni. Jó hangulatú verseny volt, a tavalyi verseny is, és az előtti versenyek is. Az idő jó, én azt gondolom, hogy eredményes végrehajtás után egy jó hangulatú versennyel. Egyénileg kell a feladatokat végrehajtani, de csapatértékelés történik a végén. Miután kiderült, hogy az összetett pontversenyt a Csapó Dániel szakgimnázium Csapó 2 nevet viselő együttese nyerte az idei megyei haditorna döntőjét, és így ők képviselik Tolna megyét a jövő tavaszi országos döntőben. A második hely is a csapósoké lett, intim névre hallgató csapatuk révén. És teljesült a dombóvári szakgimnázium diákjainak is dobogós vágya, ők lettek ugyanis a harmadikak.